Ti is belegondoltatok már abba, hogy vajon mennyi titok van elrejtve a rajzfilmekben? Talán vettünk-e észre pár ilyen titkot? Lemerem fogadni, hogy az első teóriáról te sem tudtál, ami szintén Spongyabobbal kezdődik. Ugyanis úgy tartják az emberek bikini fenékről, hogy az egy hely volt a nukleáris kísérletekre. Spongyabob kockanadrág teória szerint a bikini fenék nem egyszerűen egy tengeri alatti város, hanem a bikini fenék térségének következménye, ahol nukleáris teszteket végeztek. 1946-tól több tucat atomrobbantást hajtottak végre ezen a távoli szigetcsoporton, ami komoly hatással volt a környezetre. A teória azt sugallja, hogy a sugárzás miatt az élőlények a tengerben mutálódtak, és ennek eredményeként kaptunk olyan furcsa karaktereket, mint például Spongyabob, Patrick és a többiek. Például Spongyabob egy egyszerű tengeri szivacs, de mégis tud beszélgetni és dolgozni, sőt, még autót is vezetni, ami teljesen ellentmond a természet törvényeinek. Ez a furcsa világ azonban tökéletesen illeszkedhet a nukleáris mutáció koncepciójához, mivel a sugárzás megváltoztathatja az élőlények génjeit, különös képességekkel ruházva fel őt. A bikini fenéken lévő lakosok furcsa tulajdonságai is alátámaszthatják ezt az elméletet. Rák úr például egy rák, aki képes pénzügyi tranzakciókat lebonyolítani, és egy vállalkozást, a rozsdás rákollót irányítani. Ha engem kérdeztek, én még nem láttam rákot, akinek cégje van. Plankton, Rák úr legnagyobb ellensége, egy mikroszkopikus élőlény, akinek az agyi kapacitása messze meghaladja a normális planktonét, és folyamatosan azon gondolkozik, hogy hogyan tudna a világuralomra törni. Még egyszer, srácok, én nem láttam olyan planktont, aki világuralomra akar törni. De a Spongyabobban ez lehetséges. És a teória szerint azért ennyire értelmesek ezek a karakterek, mert a sok nukleáris robbanásnak köszönhetően értelmesebbek lettek és úgy mutálódtak. Spongyabob világában található sok furcsa, szürreális elem, például a tenger alatti tábortüzek és robbanások szintén sugárzás okozta mutációk eredményei lehetnek. A bikini fenék világában lévő helyszínek, mint például a medúzamezők, ahol az emberszerű tengeri élőlények boldogan vadásznak medúzákra, teljesen eltérnek a valódi óceán élővilágjától. Ez is erősíti azt a teóriát, hogy egy nukleáris mutálódásról van szó a Spongyabob karakterein belül. Számos epizód arra utal, hogy a szereplők bizarr viselkedéssel környezetük megváltozott természeti állapotából fakad. Például Spongyabob és Patrick rendkívül naív és infantilis, de ennek ellenére képesek bonyolult feladatokat is végrehajtani, mint például éttermek üzemeltetése vagy technikai eszközök használata. A teória hívei között kiáll egy epizód, ami szerint biztosan mennek abban, hogy bikini fenéken ez történt. Ez az epizód a Rock Bottom, ahol Spongyabob egy furcsa alternatív városban találja magát, amely tele van még furcsább lényekkel. Ez a helyszín különösen ijesztő, és sok rajongó úgy véli, hogy ez a nukleáris sugárzás hatására még tovább mutálódott terület ábrázolása. Egyszerűen Spongyabob talán egy eltorzult valóság? Mert valljuk be, ti sem találkoztatok még sétáló Spongyával, vagy egy cégvezető rákkal, vagy egy klarinétozó polippal. Tunyacsá, polip, nem tudom. Időközben, hogyha tetszik ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, mert a nézőimnek a többsége nincsen rá feliratkozva, úgyhogy most iratkozz fel és lájkold. De már, hogyha ilyen szürreális dolgokról beszélünk, akkor váltsunk át egy kicsit reálisabb dolgokra, mint például a macska és az egér ellentétére. Ugyanis Tom és Jerry következik. Azon belül is az utolsó rész elmélete. Tom és Jerry a világ egyik legismertebb és legikonikusabb rajzfilm sorozata, amely évtizedek óta szórakoztatja a nézőket. A sorozat alapkoncepciója egyszerű. Tom a macska folyamatosan próbálja elkapni Jerryt, az egeret, de minden egyes próbálkozása a kudarcba fullad. Az elmélet középpontjában a Blue Cat Blues című epizód áll, amely 1956-ban jelent meg, és valljuk be, hogy eléggé felkavaró. Ez az epizód különlegesen kiemelkedik a többi rész közül a komor hangulata és a szomorú történetvezetése miatt. A Blue Cat Blues című epizód története nem a megszokott vidám kergetőzést mutatja be Tom és Jerry között, hanem egy melankolikus szerelmi történetet. Tom szerelmes lesz egy fehér nőstény macskába, de egy gazdag macska, aki egy luxusautóval és pénzzel villog, elhódítja tőle a szíve választottját. Szerintem ezek olyan dolgok, ami való életben simán meg tud történni, sőt nap mint nap meg is történnek. Tom kétségbeesésében mindent megtesz, hogy lenyűgözze a nőstény macskát, de minden próbálkozása hiába valónak bizonyul, és végül teljesen tönkre megy. Eladja az összes vagyonát, hogy drága ajándékokat vásároljon, de ez sem elég, és a gazdag macska végül elnyeri a nő szívét. Tom nagyon szomorúan ül a vasút sineken, és azon mereng, hogy minden remény elveszett számára. Jerry az egér a történetet kívülállóként követi, és elmeséli az eseményeket a nézőknek, miközben megpróbálja megértetni Tommal, hogy a macskalány nem ér ennyi szenvedést. Az epizód végén azonban Jerry, aki korábban gúnyos megjegyzéseket tett, maga is csalódott lesz, amikor azt látja, hogy az egérlány, akibe szerelmes volt, szintén elhagyja egy másikért. Ekkor ő is csatlakozik Tomhoz a sínek mellett, és együtt várják a közelgő vonatot. Mi azt a benyomást kelti, hogy mindketten a halált választják a kilátástalan helyzetük miatt. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban láttam ezt az epizódot, de akkor nem nagyon tudtam, hogy miről szól ez az egész, hanem amikor nagyobb lettem és úgy újra néztem ezt az epizódot, akkor gondolkodtam el ezen, hogy ilyent gyermekekkel hogy nézettek régen. Ez az epizódban a első pillantásra szokásos humoros elemeket
részeket tartalmazza, a végkifejlete miatt sokkal tragikusabb, mint a Tom és Jerry szokásos részei. Nem csak Tom és Jerry viselkedése drámaibb és mélyebb, de a történet érzelmi töltete is sokkal komorabb. Ez az epizód olyan, mintha egy kicsit azt akarná sugallani, hogy az ember végül úgyis egyedül marad, akármi történik, és a magány és a csalódás azok elkerülhetetlen elemek az életben. Szóval ez az epizód miatt alakult ki ez az elmélet, mert sok ember úgy véli, hogy Tom és Jerrynek az élete abban az epizódban megszűnik. Az elmélet hívei szerint a sorozat egészében a két karakter örök harca valójában az élet és a halál közötti küzdelmet szimbolizálja, és a Blue Cat Blues című epizód az a pont, ahol mindketten feladják a harcot. Azért érdekes az az elmélet, mert más régebbi epizódokban gyakran volt olyan, hogy valamelyikőjük meghal, vagy elájul, vagy nem tudom, de a következő vagy az utána következő részben újra életben vannak és jól vannak. A Blue Cat Blues epizódban ugyanis ez megszakad. Oké, mi lát ezeket gyerekként nem nagyon vettük észre, mert nem volt ahonnan tudjuk, de a következő rajzfilmtől mindenki nagyon fél, többek között én is. Ami bátor a félénk kutya volt. Nagyon furcsa vibe-ja van és nagyon ilyen sötét meg minden, és ehhez a rajzfilmhez rengeteg sötét teória fűződik, de ebben a videóban csak az egyiket fogjuk megnézni, ami az idős pár képzelete. Szóval, hogyha nem tudnád, akkor elmondom, hogy Bátor a félénk kutya című sorozatban egy kutya, Bátor állandóan próbálja megvédeni idős gazdáit, Murielt és Eustákot a különféle természetfeletti fenyegetésektől. A sorozat rajongói azonban kitaláltak egy teóriát, amelyek szerint ezek a szörnyek és rémületes események valójában nem is léteznek, hanem mind az idős házaspár képzeletének szüleményei. A sorozat egyik legfeltűnőbb eleme, hogy Bátor és gazdái egy elhagyatott vidéki házban élnek, távol minden civilizációtól. Ez az elszigeteltség a teória szerint fontos eleme a történetnek, mivel a magány és az öregség és az elhagyatottság miatt Muriel és Eustak folyamatosan elveszítik a valóságérzetüket. A teória szerint a különféle szörnyek, akikkel Bátor a félénk kutya harcol, nem valós lények, hanem az idős pár paranója és félelmeinek megtestesítői. Eustak például az az ember, aki mindenre dühös, amit egyszerűen nem ért meg. Muriel ezzel szemben szórakozott és kedves, illetve naív, ami szintén jelezhető, hogy a valóságérzéke már nem olyan éles, mint korábban. Bátor a kutya pedig mindent megtesz, hogy megvédje őket, de valójában csak az idős pár zavart és széteső elméjének kitalációjával kell megküzdenie. A sorozat különösen szürreális és groteszk elemekkel van tele, amelyek szinte mindig akkor jelennek meg, amikor valami veszélyes vagy érthetetlen történik a házban. Például az egyik epizódban egy titokzatos egyén, aki kisbuszban lakik, megpróbálja elcsábítani Murielt, de valójában nem létezik. Csak Eustak féltékenysége vetíti ki ezt a karaktert. Szörnyek és természetfeletti fenyegetések így az idős emberek mentális állapotát tükrözhetik, kik egyre inkább elveszítik a kapcsolatukat a realitással. Ez a teória egy mélyebb tragikus üzenetet hordozhat az öregségről, az elszigeteltségről és a paranoia hatásairól. De van egy epizód ebben is, ami nagyon-nagyon különálló az egésztől. A King Ramses Curse című rész, ahol egy régi egyiptomi király szelleme átokkal sújtja a házat. Az átok eredményeképp különféle természetfeletti események történnek, amelyek egyre inkább rátelepednek az idős párra. A teória hívei szerint ezek az események valójában nem valódiak, hanem a pár saját belső félelmeinek és bűntudatuk megtestesülései. Az ilyen epizódok azt tükrözik, hogy az idős emberek hogy reagálnak a világ változásaira, és hogyan próbálják feldolgozni az életük során gyűjtött sok traumát. Teória szerint Bátor maga is csak egy szimbóluma annak a hűségnek és szeretetnek, amelyet az idős emberek még a legnehezebb körülmények között is megtartanak. Bár a kutya folyamatosan retteg, soha nem hagyja cserben gazdáit, és mindent megtesz, hogy megvédje őket. Amúgy ez egy kutyára is jellemző, mert a kutyák azok nagyon hűséges állatok. Szintén egy olyan sorozat következik, amiben van egy pár, de ez a pár nem akármilyen pár, hanem varázslatosak és valakinek a keresztszülei. Ha nézted a Nickelodeont, akkor biztos, hogy tudod, hogy kiről van szó, de ha nem, akkor elmondom. A Tündéri keresztszülők című sorozatban Timmy Turner két varázslatos tündért kap, akik minden kívánságát teljesítik. Azonban egy sötét teória szerint Timmy valójában csak depresszióval küzd, és Cosmo és Wanda, két tündér, akit az előbb említettem, csak a képzeletében léteznek, hogy segítsenek neki megbírkozni a valóság nehézségeivel. Mindig azt gondoltam gyerekként, hogy nekem is milyen jó lenne két ilyen keresztszülő, akiknek csak szólok és teljesítik a kívánságomat. A teória szerint Timmy egy magányos és elhanyagolt gyerek, akiknek a szülei nem törődnek vele, na meg az iskolában is gyakran bántják. Tündéri keresztülők tehát nem valódiak, hanem Timmy mentális védelmi mechanizmusa, hogy megbírkozzon az életében lévő fájdalommal és magánnyal. Teória szerint Timmy minden kívánsága, amelyet Cosmo és Wanda teljesít, valójában csak egy mentális menekülés a valóságból. Például, amikor Timmy azt kívánja, hogy legyen szupererős, vagy hogy az egész világot megváltoztassa, ezek valójában csak vágyak voltak arra, hogy jobban érezze magát, és kontrollt nyerjen az élete felett. Az egyik különösen érdekes epizód, ahol Timmy azt kívánja, hogy minden felnőtt eltűnjön, azt tükrözi, hogy mennyire elidegenedett a felnőtt világtól, és mennyire vágyik arra, hogy megszabaduljon a nyomástól, amelyet a szülei és a tanárai helyeznek rá. A teória hívei szerint Timmyt elhanyagolták a szülei, és csak a saját karrierjükre, illetve életükre koncentrálnak.
tanulnak. Közben ugye Timmy Turner marad saját magára. Az iskolában pedig folyamatosan bántják legfőbbképpen az iskola nagy, erős és erőszakos gyereke Francis. Timmy tehát két oldalról is nyomás alatt van, otthon és az iskolában is érzelmi és fizikai erőszaknak van kitéve, és a tündérek azok, akik segítenek rajta. Basszus, én ezekben nem is gondoltam bele gyermekkoromba. Én meg voltam győződve, hogy ezek valódi szereplők, akiket direkt módon raktak oda, de hogyha így mélyebben belegondol az ember, akkor tényleg, hogy értelmet nyer. Ugyanis, hogyha valaki nagyon magányos, akkor jellemző arra az emberre, hogy naplót ír, vagy valami mással tölti az idejét, csak hogy ne érezze magát egyedül. Ugye ez mindenkinél más, és talán Timinél ez volt az a védekezési mechanizmus, ami átsegítette őt az életén. Következő sötét teóriánk az a pindúr-pandúrok, és hogyha legalább annyi idős vagy, mint én, akkor biztosan, hogy te is nézted őket a Cartoon Networkön. Annó én is furcsáltam, hogy egy teljes felnőtt ember miért készít három kislányt. Vajon azért, mert mutáns gyermekkatonákat akart belőlük csinálni? Szóval, hogyha nem tudod, a Pindúr-pandúrok című rajzfilmben három szupererős kislány, Sziporka, Puszedli és Csuporka harcol a bűnözés ellen, de a teória szerint valójában nem is szupererősök, hanem genetikai kísérletek eredményei. Az alaptörténet szerint a professzor egy véletlen baleset következtében hozta őket létre, amikor a cukorsó és minden, ami jó mellé egy titokzatos X összetevőt is hozzáadott. Na már ez alapjáraton nagyon furcsa, hogy mi lehet az X összetevő, most gondolok egy dologra, de nem szeretném mondani, és hogy véletlenül csinálta. Na mindegy, ebben ne is menjünk most bele. De a teória úgy tartja, hogy ez a titokzatos X összetevő valójában egy katonai kísérlet része volt, amely célja az volt, szuperkatonákat hozzanak létre, akiket a kormányzat harci célokra használhatna. A lányok rendkívüli képességei, mint a repülés, szupererő és sebesség nem természetesek, és a teória hívei szerint egyértelműen egy mesterségesen létrehozott genetikai módosítás eredményei. Professzor, aki látszólag egy ártatlan tudós, valójában egy titkos kormányzati projektben dolgozott, ahol a gyerekeket próbálták megmutálni és különleges képességekkel felruházni őket. Az X összetevő tehát nem véletlenül került bele a kísérletbe, hanem szándékosan adták hozzá a keverékhez, hogy a kislányokat szuperkatonákká változtathassák. Townsville városa, ahol a lányok élnek, valójában egy kormány által létrehozott kontrollált környezet lehet, ahol a lányok képességeit teszteli. A városban található számos bűnöző és szörny, akikkel a lányok harcolnak, valójában más genetikai kísérletek eredményei lehetnek. Mohó Jojo például, ki egy intelligens majom, talán egy korábbi kísérlet része volt, amely balul sült el, és most bosszút akar állni a professzoron és a lányokon. A teória szerint a professzor folyamatosan azon dolgozik, hogy irányítsa a lányok erejét, de aggódik, hogyha kikerülnének a kontrollja alól, akkor komoly veszélyt jelentenének a világra. Az egyik különösen érdekes epizód alátámasztja ezt, amikor a lányok találkoznak más szupererős gyerekekkel, akik hasonló képességekkel rendelkeznek, mint ők. Az azt sugallhatja, hogy nem ők az egyetlen genetikai kísérlet eredményei, és a világ tele van más hasonló módon létrehozott szuperlényekkel. Townsville tehát nem egy valódi város, hanem egy mesterségesen létrehozott laboratóriumi környezet, ahol folyamatosan új kísérleteket hajtanak végre. Fú, srácok, minden esetre ezek a teóriák nagyon-nagyon durvák voltak. Összegyűlik erre a videóra 2000 like, akkor talán meggondolom, hogy még egyet csinálok. Én amikor kerestem ezeket, én nagyon-nagyon meg voltam lepődve, mert így még felnőtt fejjel sem gondoltam volna bele, hogy ilyenek lehetnek, illetve vannak. Minden esetre én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, srácok. Én Edu voltam, és találkozunk a következőben. Sziasztok!